köszöntöm a sajtó megjelent képviselőit. Ezen a speciális napon, a Magyar Kultúra napján, amit a magyar kormány nagyon furcsán szándékozik megünnepelni, egy olyan a társadalmat szétszakító és újabb botránykeltő emlékmű tervezetével, amely történelmi hamisításra, az emberek nemzeti emlékezetének a megsértésére és ennek a nemzeti emlékezetnek a meggyalázására irányul. Éppen ezért határozottan követeljük a kormánytól, hogy álljon el ettől a gyalázatos tervétől. Ha születik is döntés ezen a testületülésen, vagy testületülésnek nevezett összejövetelen, ez a döntés semmiképp sem lehet jogszerű. A szavazás következik, kérdezünk, ki az, aki a napjánra egyetért, ezt kell még elhárosan indítható a szavazás. A képviselőtestület 10 igen és 3 nem mellett elfogadta. Ennek megfelelően szeretném a... Én arra szeretném kérdeni a jelenlévőket, hogy először is... Például ki az, aki kerületileg megteszi nekem, hogy ez jelentkezik? Mi között van ehhez egyébként? Hogy meri letegezni? Miért ne tegezhetném le? Mi közel van hozzá? A képviselőket, hogy provokációra ne üljünk fel, hogy valószínűleg jó néhány ember ide kifejezetten azzal a szándékkal. Kifejezetten. Hogy ez egy gyalázat, egy biztonság. Igen. Megtehetném, hogy azokat, akik ezt úgy teszik, hogy általában az eszemeszt kivezetetlen, de szándékosan nem fogom megtenni. Szuper. Ennek megfelelően végig fogjuk. A képviselőtestület tudásodik szerint hangot bekiabálásokkal végig fogjuk kísérni. Őszintén sajnálom, mert ez a vita kultúra, ez nem volt jellemző, legalábbis a utáni viszonyokra látszik, hogy... Ha nem kéne náci emlékműveket pártolni barátom, és akkor nem lenne ilyen vita, meg ilyen gyalázat, ugye? A véleményezési jogunkkal a mai testületülésen nem tudunk élni, de dacár annak, hogy ez törvényadta jogra a képviselőtestületnek. Ezért az az ügyrendi javaslatom van, hogy amíg ennek az előkészítése meg nem történik, a képviselőtestület vegye le a napirendjéről ezt a kérdést. Most vettük napirendre, a napirendről való levétel. Akarunk-e a néhány hete felállított Horthy-szobortól csak körülbelül 20 lépésre egy újabb szélsőjogos kettjét állítani itt a 5. kerületben? Ez az emlékmű csak is kizárólag arról szólna, hogy emlékezzük meg a német megszállásról, a náci Németország, Magyarország által, a náci Németország által végrehajtott Magyarország megszállásról, akkor azt mondom, hogy én is tudnék vele vitatkozni, de azért ne felejtsük el, ott van rajta az a mondat, hogy minden áldozatnak emléket állítunk. A holokausznak jelenleg Magyarországon 8000 túlélője él. Ezekre az emberekre is gondoljunk. Nem hiszem, hogy a alkotói szándék az az itt, hogy összemossanak ezzel kapcsolatban történelmi felelősséget. Én biztos, hogy nem így értem. Szégyen, gyalázat, kerüljétek szembe magatokat! Ocska, cinikus gazemberek vagytok. Pillanat. Szemforgató. Pillanat. Annyit szeretném mondani, hogy nagyon csalódtam Rogán Antalba, aki 2012-ben a nemes tüntetésen ott volt mellettünk. Ott volt a színpadon, és együtt érzett velünk. És most csodálkozom, mint holokauszt túlélő gyereke, és 29 halottal a hátam mögött, hogy ezt megszavazzák, mert egy momentumot mondjon nekem valaki a mondaton kívül, ami ezen a szobron a zsidóságra utal. Mert én nem látok rajta olyat. Én azért tudom ezt támogatni, mert én azt gondolom, minden áldozatnak emléket állít, ha ez nem minden. Én meg azt mondom, hogy nem. Tudom, hogy ez önöknek ki van adva, hogy meg kell csinálni. De sok ezer ember ebben az országban merem remélni, hogy józanul gondolkodik, és nem akarja ezt. Adják ezt az egészségügyre ezt a pénzt, vagy az éhező gyerekekre, de nincs szükség ilyen szoborra. 29 halottam volt, és én ezt nekem kötelességem tiltakozni, és minden tisztességes embernek kötelességet tiltakozni, csak ennyit akartam mondani, elnézést.